A zarándoklásnak egy nagy ajándéka az, hogy egészen bele olvadsz a természetbe. Amikor esik az eső, akkor megázol, amikor hideg van, akkor fázol, de azt is megtalálod, amit ad neked a természet. Például a gombák. Én mániákus gombaszedő vagyok, és így ősszel, mert most ősszel vagyunk, fenyőerdőben, olyan fenyőerdőben, ami a fekete vagy erdei fenyő, az a lényeg, hogy ilyen kétszálú fenyő tüskéje van, vagy fenyő levele, lehet találni az őszi gombákat. Fenyőtinóru. A fenyőtinóru egy gyönyörű gomba, csöves, szép sárga a csöve, ragadós a teteje. Egyesek azt mondják, hogy le kell húzni, mert hogy ragadós lesz a étel, mások már azt mondják, hogy pont az a jó benn, és a szerencséd van, tömegesen találod meg. És általában nincs egyedül. Nem csak az, hogy közösséget alkot, hanem egy másik gombával, méghozzá ezzel a vörösbarna nyálkás gombával. Csúnya neve van ugyan, de nagyon szép, nagyon finom gomba. Az egyszerűség az arándoklás, és az egyszerűséghez hozzátartozik annak a megismerése, amit kapsz, és annak a megbecsülése, amit kapsz. Én úgy vagyok a gombával, hogy addig nem bírom abba hagyni, amíg találok gombát, mert olyan ajándéknak tekintem, hogy ha nem szedném le, akkor legközelebb nem kapnám meg. Na, szóval zarándokolj, és olvadj bele abba, amit az Isten alkotott a természetbe.